Weekend című magazin műsorunk második részét látják. Folytatjuk a beszélgetést itt a stúdióban Jánossal és Palival, akik a gyümölcs és zöldség, faragás, szobrászat rejtelmeibe, kulisszatitkaiba avatnak be bennünket. Hadd kérdezzelek meg benneteket, hogy amikor alkottok, mi az, ami motivál benneteket belülről? Hát elsősorban rengeteg munka fekszik benne, de amikor látjuk ezeket a kész kompozíciókat, akkor egy megnyugvást érzünk. De meg amikor dolgozunk, akkor is pihenünk. Ez nyugtat. Egyfajta terápia. Talán igen. Azért engedjük meg, hogy Pali is szóhoz jusson, ne csak dolgozzon itt serényen. Pali, gondolom te nem vagy vegetáriánus. Hát nem, hál' Istennek nem, az nem én. Mert szóval, ha esetleg az lennél, akkor nem zavarna az, hogy ezeket a szép zöldségeket és gyümölcsöket megfaricsálod? Hát akkor valószínű, hogy jobban zavarna, de a húst jobban szeretem a zöldségtől, de meg vagyok én a zöldséggel és a gyümölcsökkel is. Úgyhogy az ilyen gondjaim nincsenek, hogy egyáltalán egy teljesen tiszta vega lennék, de nem sokat fordul az elő, hogy talán akármikor is mennyibe kerülnek a primér zöldségek, hogy most akkor azt tudom, mi akkor abból többet ennénk, mint amikor olcsóbbak. Értem. Ha már a zöldségekről beszélgetünk, hadd kérdezzem meg, hogy mennyire tartósak ezek a alkotások, amelyeket elkészítetek? Ezek a zöldségek elég jó nervtűrők, úgyhogy azt is általában, hogyha készítünk egy kompozíciót, azért meg szoktuk nézni előtte, hogy melyik bírja jobban, talán azt hamarabb hozzá lehet kezdeni faragni. Én gondolok itt például a sárgarépára, a céglára, talán ezt a jégcsapretket a legutoljára tudom hagyni, mert neki sokkal több a vízkivitele, és őt meg sokkal hamarabb színesedik elfele is, úgyhogy őt általában legutoljára szoktuk hagyni. Volt-e olyan felkérésetek, amelyekről azt gondoltátok, hogy hú, hát akkor ez most nagyon nehéz lesz, és nem biztos, hogy meg fogjuk tudni csinálni, de mégis hozzákezdtetek, és meg lett valósítva, és akkor utána gondolom meg volt az öröm is. Ilyenről tudtok mesélni ilyen nekünk? Ilyen folyamatosan van, időközönként természetesen, nem minden nap, de legutóbb egy traktort kellett faragni, és nem hogy egy traktort, hanem azt a traktort kellett megfaragni, amit a vőlegénynek szántak egy esküvőn. Vagy például most készülünk, nem mi készülünk, hanem benne vagyunk egy lovagrendben, és a lovagrend készül egy ilyen bőlérversen Gyergyószent Miklósra, és oda valamilyen disznós kompozíciót gondoltunk csinálni, és azt találtuk ki, hogy egy tökből bújnak ki a malacok. Tehát ez már így saját elképzelés, de szerintem nagy durranás lesz ott. És teljesen fejből jönnek az ötletek, vagy pedig leskicceltek, fölvázoltok egy rajzot, és akkor az alapján valósítjátok meg a kompozíciókat? Hazudnánk, ha azt mondanánk, hogy minden a mi ötletünk, természetesen nagyon sokat merítünk, akár versenyeken tapasztaltakból, vagy az interneten rengeteg dolog fent van, már most a YouTube-on, lehet mondani YouTube? A YouTube-on is rengeteg ilyen videót lehet látni, ahol ilyen nagymesterek faragnak, amit hát mi nekünk gyakorolni kell, hogy odaérjünk, mint ők. Értem. Ezen az oldalon különböző színű kompozíciókat láthatunk, amelyek egyfajta mediterrán érzést adnak ebben a különleges téli időszakban. Vannak-e időszakhoz köthető felkérések, amikor arra kérnek benneteket, hogy a tavaszi primőrből, vagy a déli gyümölcsökből, vagy a nyári gyümölcsökből, zöldségekből készítsetek? Hát így konkrétan nincs, de valamikor azt mondják, hogy egy ilyen vízi jelenetet ábrázoljunk, akkor ugye akkor halakat, vagy rákot, vagy garnira rákot, meg egyebeket, teknősbékát, meg delfint lehet csinálni. Vagy például esküvőkre szoktuk használni a galambokat, mert a galambot azt majdnem mindenhol el lehet sütni, akár egy esküvőn. Mire szoktuk még csinálni? Hát ilyen kerti parti, igen, egyházi rendezvényeken is megfelel. Igen, hát az a szeretet ünnep, szeretet jele, a galamb, béke, szeretet, és az elég sűrben, sőt, nagyon sokan, hogyha meglátják a valamilyen,
valamilyen rendezvényünkön vagy valahol, akkor azt különösen kérjük, hogy galamba szaj legyen már. Egyébként az állatfigurák készítése mennyire határozza meg az alkotási folyamatotokat? Inkább non-figuratív dolgokat csináltok, vagy pedig kifejezetten korhű, vagy állathű, vagy emberhű formákat? Hát inkább emberhű, meg állathű dolgokat. Hát most megint a halat mutatnám, hogy az is egy valamilyen fajta hal, most én nem tudnám azt megmondani, hogy milyen, de szoktunk olyan pávát csinálni, ami teljesen, tehát nem csak utal rá, hogy az páva, hanem az tényleg lemérhető mindenki számára, hogy páva és tökből van, vagy retekből is, meg most fejeket szoktunk faragni. Tehát különböző fejeket. Eddig olyat csináltunk, hogy karikatúrákat, most bontogatjuk szárnyainkat az iránt, hogy hasonlítson is. Tehát Sylvester Stallone-t, Cameron Diaz-t, azokat faragtuk most legutóbb. Danny DeVito. Akkor esetleg az is eszetekbe jutott már, hogy mondjuk, ha megszorulnátok, akkor nyáron kiülnétek a korzó elé, és akkor ott leskiccelnétek valakinek a zöldség vagy gyümölcsből készített fej alkotását? Hát az így még nem megy. Most adtam egy jó tippet. Igen, hát ezen vagyunk most, ezt akartam az előbb mondani, hogy most ez irányba próbálunk fejlődni, több-kevesebb sikerrel, de rajta vagyunk az ügyön, gyakorolunk rengeteget. Jó, hogy említetted az állatokat, hiszen itt előttem is az asztalon láthatunk nem csak aranyhalakat, hanem retekből, ha jól látom, retekből készített galambokat is. Ez már csak azért is érdekes, mert itt a műsorunk második részében lesz majd egy vendégünk, aki galambtenyésztéssel foglalkozik. János és Pali, megköszönöm, hogy elfogadtátok a meghívásunkat, és itt a stúdióban csodákat varázsoltatok elénk, illetve a kedves nézők elé. Köszönöm szépen, és további sok sikert kívánok. Köszönjük szépen, és mi is köszönjük a lehetőséget, hogy itt lehettünk. Kreatív, ügyeskezű szakács vendégeink után stílusosan következzen most itt a Weekendben a Weekend saját kreatív blokkja, de elsőként sorsolunk itt a blokk elején, mégpedig a kreatív műhely legutóbbi adásában elkészített adventi mécses tartókat lehet tőlünk megnyerni és majd hazavinni. Játék kérdésünk a következő. Hogy hívják a napkeleti bölcseket, akik aranyat, tömjént és mirhát ajándékoztak Jézus születésénél? Remélem, hogy a legtöbb néző számára ez nem bizonyul nagyon nehéz kérdésnek. A helyes válaszokat elküldhetik SMS-ben vagy e-mailben is nekünk. A képernyőn mutatjuk az elérhetőségeket. A kérdés még egyszer tehát, hogy hívják a napkeleti bölcseket, akik aranyat, tömjént és mirhát ajándékoztak Jézus születésénél. A folytatásban pedig a kreatív műhely újabb epizódja, benne pedig karácsonyfadíszeket készít Szabó Veronika és Dér Vivien. December 4-én ismét itt van a kreatív műhely, és hogyha már kissé zimankósabb az időjárás, pálmalevél helyett inkább csak ezzel legyezem magamat. No, meg Veronikát. Szia, Veronika, hogy vagy? Köszönöm szépen, jól, ahogy közelednek az ünnepek, egyre jobban. Hát már a múltkor is ráhangolódtunk egy kicsit a dolgokra, hiszen már ilyen mini mécseseket készítettünk, már karácsonyi dekorációval díszítettük fel ilyen kis rizspapíros dolgokkal. Most is hasonlóra készülünk, hiszen vannak nekünk érintetlen szűz díszeink, fa alapanyagaink. Ebből vélhetően egy karácsonyi gömb dísz lesz, ebből egy szívecske, nem tudom, hogy hova nézzek, és van egy lovacskánk is. Egyszerű dolgokat hoztam most, olyanokat, amit nagyon gyorsan el tud készíteni bárki. Főleg akrilfestékkel fogunk dolgozni, illetve szoftfestékkel. Uh-huh. Tudod, az én kedvencem a szoftbútorfesték. Mindenre kenem, úgyhogy erre is kipróbáljuk, ezt is megnézzük, hogy hogyan működik ez vele. Ez a mindenre jó festék. Ez a mindenre jó festék. Én szeretem, úgyhogy tényleg egy nagyon bevárt nálam ez a festék. Mm. És ezekből fogunk készíteni, kipróbáljuk
rizspapírral, szalvétával, úgyhogy... Tehát minden technikát, amit eddig tanultam a kreatív műhelybe, azt most így bevethetjük. Azt most meg kipróbálhatod. És hogy, amúgy, hogy mennyire hogy nem ökzült. Szoktunk csalni, hölgyeim és uraim, itt vannak ezek a már jól bevált és használt ecsetek. Látszik, hogy... Hogy mondta az egyik kollégám, Vivian, nem igaz, hogy minden sikerül ebben a műsorban. De minden sikerül. Hát, ez is sikerült. Ezt beterveztük, nem? Na így igen, volt. Ez abszolút így volt. Hallod, ez így gyilkosságnak számít. Úgy látszik, a te kezedben minden ecset megadja magát. Tudod, alapozunk. Jó. Ezt a kivágott fa alapokat, uh-huh. és le fogjuk alapozni. Most fehér festéket használunk. Jó. Én kenem az egyiket, te a másikat, okay. mert mind a kettőt... Mind a két oldalát kell fedni? Vagy csak elég az egyiket? Hát, hogyha a karancsonyfára akasztod, ugye célszerű, ha forog a díszafán, uh-huh. akkor minden oldalát dekorálni. Jó. Mi most megmutatjuk szerintem az egyik oldalt, hogy hogyan működik, de ha otthon készíti valaki, én célszerűnek tartom, hogy mind a két oldalt dekorálja. Tehát ez a festés, és ez a festék is olyan, hogy biztos hát vagy kellőképpen. És ez az a festék, hölgyeim és uraim, ami csak pár pillanat múlva jön ki a ruhából. Ha megszárad, akkor soha. Kipróbáltad? Az első műsorban igen, azt hiszem, hogy narancssárga. Nem, egy barna felső volt rajtam, és képzeld el, hogy van rajta egy fehér pötty. Az lehet, hogy itt alakult rá. Igen, az abszolút itt emlékeztem is rá. Ó, mondom, hát majd leszedem, és akkor utána mondtad, hogy nem, az már, ha rászárad. Az nem biztos, hogy lejön. Tehát, hogyha lekentük mindegyik oldalát, akkor ezt szépen félre rakjuk. És most hogyan tovább? Mert hozzáragadom. Nem, szerintem nem olyan biztos. Jó, erre okay. a pálmalevél helyett faágadra rárakjuk száradni. Simán. Jó. És aztán... Várunk, hogy megszáradjon. Várunk. Addig pedig szerintem a következő, míg megszárad, az első, addig felkenjük a szoft festéknek az első mert rétegét. Mert hogy a lovacska az nem alapozó festékkel megy. Nem, ez buta festékkel van festve. Jó. Tehát akkor festjük a következő. Azt megcsinálhatod, én meg itt sertepertélek. Nem, nem, ezt meghagyom neked. Nem úsztam meg. Nem. Vivi, úgy látom, hogy mutatja, hogy dolgozom. Igen. De még majd a végén mutasd meg. Addigra már mi minden lesz pedig. Rajta. Megszáradta az első réteg, akrilfesték, úgyhogy festem a második réteget. A szívecskére, amire majd rekordot fogunk dönteni. Dekupázsolunk. Lealapoztuk, a második festés is megszáradt, és akkor a szokásos rizs szalvétával fogunk most dolgozni, rizspapírral. Ebből fogunk ilyen kis madárkák és mintákat rárakni, mit szólsz hozzá? Tetszenek? Tépjük, vagy vágjuk? Megint tépjük? Tépjük, igen. Jó, okay. Legcélszerűbb tépni mindent, uh-huh. amit rá szeretnénk rakni. Jobban belesimul a felületbe, tehát jó. szebben bele lehet dolgozni. Jó. Nem látszanak olyan élesen a kontúra. Megelőszél, akkor tessék, vissza. Parancsolj. Tessék, amelyiket. De melyik a... Egy kisebbet rakjunk rá, szerintem egy kis kisebb fog ráférni ezt a, uh-huh. ez a méret szerintem, ami rá fog férni, ez a kis madárkás. Jó. Dekupás technika szalvétázunk ezerrel. Ahogy Veronika mondta, és én már tudom, hogy alá, nem vastagon, de ez vastag. De szét kellene is mondani, hogy vastag. Oké. És akkor is szépen rásimítom? Nem de kell, ne vegyél, légy szíves, mert ne vegyek, hanem ragasztott, hajtsd le, és ami rajta maradt az ecsen, azt ecsetem ragasztó, azzal szépen rásimítod. Jó. Látod, milyen gyönyörűen rásimult, tehát teljesen eltűnnek a szélek. Ez fontos, hogy mivel ennek a rizspapírnak fehér az alapja, tehát a madárkák fehér alapon vannak, ezért alapoztunk fehér színnel. Hogyha színes a rizspapír, akkor törekedjünk arra, hogy harmonizáljon a színe a rizspapír színével. Alá mindig fehérrel
fessünk, tehát a minta alá, mert akkor fognak szépen a rizspapírnak a színei. Tehát itt a madárka alatt, hogyha nekül más színű lenne, uh-huh. azt mindig fehérrel fessük, és a körülötte lévő részeket pedig harmadik. És egy díszünk kész van? Vagy még, még azért nincs készen, még díszíteni fogjuk, jó. De a nagyja készen van. Van nékünk egy ilyenünk is. Ez viszont szalvétával fogjuk díszíteni. Perceket vártunk, míg megszáradt ez a bizonyos kis dísz, de a többi is készül, félkész állapotban vannak, folytatjuk a sort, méghozzá úgy, hogy... Le, amit mondtam, le fogjuk csiszolni a szélét. Aha, tehát nem levágjuk, nem, hanem megmutatom neked. Ilyen határozott mozdulatokkal. Ha, de rossz ez a hang, igen. Egy kicsit rossz a hangja, de annál szebb lesz a végeredmény, tehát ezt le... csiszoljuk uh-huh. szépen körbe róla. Megpróbálod? Hogy persze, működik. Nem tudom, hogy érdemesebb így, inkább. Úgy is, ahogy neked kézre esik. Szerintem fentről lefelé próbáld, de úgy is jó. Aha, úgy. Hát én nem tudom, akkor nekem valahogy inkább úgy. Így. Legalábbis nekem. Nyomdázást megmutatom, hogy célszerű. Ehhez metál akrilfestéket fogunk használni. Uh-huh. Méghozzá ez barokk aranyszínű. Ez egy picit világosabb aranyszínű. Ezt is összerázzuk használat előtt. Ilyen színe van, ilyen nagyon kis csillivili karácsonyi színe van. És nagyon-nagyon fontos, tehát a nyomdára a szivacsecsettel visszük fel a festéket, uh-huh. nem túl sokat, mert akkor nem lesz szép a nyomda. Tudod, gyerekkorunkban is elég sokat, illegális elég sokat nyomdáztam. Nagyon szeretem a nyomdázást. Akkor ezeket a szilikon formákat szépen a szivacs segítségével... Szivacsecsettel végig óvatosan, uh-huh. nagyon vékonyan végighúzzuk, és aztán pedig szépen így ide nyomjuk a szélére. Uh-huh. És akkor a masnit, azt pedig hova szeretném majd? Ide. Ide. Sima ragasztóval, vagy ez melyik? Uh-huh. Ez a hobbi ragasztó, csak express változata. És akkor kötök egy masni gyorsan, és akkor rá tudod még ragasztani. Kedves nézők, két dísz már készen van, hiányzik a lovacska. A lovacskát pedig, ha jól tudom, akkor csiszolni fogjuk, illetve díszíteni is, de mivel? Csipkével fogjuk díszíteni, és a végén pedig egy waxpasztával átkenjük még. Szeretni fogod, Isten illata van, ilyen narancs illata van. Most vagy narancs, igen. Tehát ez nagyon-nagyon jó. És egy picit, egy nagyon picit vagy a kezedre, vagy egy rongyra veszel, uh-huh. és akkor a lovacskának a felületét szépen végig. Célszerűbb egy rongyal. De miért kell ezzel lekezelni? Ez megköti ezt a festéket, és ha megfogod, ilyen nagyon-nagyon finom kis sejmes tapintása lesz. De jó. Tőle. És jó illata, ilyen és igazi karácsonyi. Igazi karácsonyi illata van. Már és akkor megéri. Készen van egy pici madlagot, kötöttünk még rá egy pici csipkét, és akkor készen van. Merre fordulnak ki? Is. Jaj! Na ezért érdemes mind a két oldalát elkészíteni. Az alapozással megvoltunk tényleg, úgyhogy hölgyeim és uraim, köszönjük szépen, hogy ismét velünk tartottak. Két hét múlva jelentkezünk a következő kreatív műhelyes résszel, és ne feledjék ezeket a díszeket, egy hét múlva a víkendbe kisorsoljuk. Tartsanak akkor is velünk! Vendégünk a stúdióban, ahogyan már János fel is vezette a retekből készült galambok kapcsán, és valóban van két fehér galambunk is, tehát vendégünk Harsányi Ferenc, nem tudom, hogy galambtenyésztő vagy galambász, majd mindjárt elmondott, hogy hogyan helyes, aki szépségkirályt is hozott magával, és egyébként gyönyörűségeket, szervusz. Sziasztok! Köszöntünk! Sziasztok. Melyikőjük a szépségkirály? A parókás, ott... az első, ő legutóbb igazából két hete lett szépségkirály a Kálus Emjéni kiállítást, ami egy
közel 600 kiállított példánnyal büszkélkedő kiállítás volt, azt nyerte meg parókás hím kategóriában. Neki ez a neve? Igen, igen. Vagy a parókás, van fajtája? Parókás galamb. Parókás galamb, ez a fajtája. Parókás, páva, és itt egy buharai dobos. Nagyon sok fajta galamb van. Én ezt a hármat tenyésztem, és ebből hoztam egy-egy példányt bemutatni a közönségnek. És akkor mit kell rád mondani? Én igazából még csak galambász, a galamb tenyésztő az, aki már több éve, évtizede sikeresen egy adott pontról fejlődve sikerült eredményeket elérni. Nekem igazából még úgymond vásárolt galambjaim vannak, ezek igen jó minőségűek, van már egy-két olyan utód, amivel meg tudok jelenni versenyeken, de még nem mondom magamról azt, hogy én galambtenyésztő vagyok. Uh-huh. Feri, mennyire vagy érzékeny lelkületű ember? Egyáltalán egy díszállat tenyésztő, egy díszgalamb tenyésztő vagy galambász mennyire érzékeny? Hát szerintem ez a galamb lelkű, szokták ezt mondani, igazából ez nem vonatkozik szerintem a galambászokra. Itt nagyon komoly szakmai munkát kell úgymond végezni a tenyésztés során, és nem szabad azt engedni, hogy mondjuk túlságosan hozzánk nőjön egy galamb, mert hogyha megszeretjük, de nem felel meg a fajta adott leírásának, a fajta jegyei nem olyanok, akkor azt igenis úgymond csúnya szóval szelektálni kell, és el kell adnunk, vagy tovább kell adnunk rajta, hogy tovább tudjuk fejleszteni az állományunkat. Itt, ahogy megnézem a ketrecben, látom a galambok lábain, ott vannak a gyűrűk, amelyek egyfajta azonosításul szolgálnak. Olvastam arról is, hogy van egy újfajta technika, amelynek során mondjuk csippeket ültetnek be a galambok testébe, vagy a tollazata alá, vagy egyáltalán hogy működik ez? Ez igazából, én még erről nem hallottam, a gyűrű, az tényleg jól látod minden galambnak, van amelyiknek kettő gyűrű is van a lábán, az egyik gyűrű az a tenyésztőt jelöli, ezt minden, a tenyésztők tagjai a Magyar Galamb és Kisállat Tenyésztők Országos Szövetségének, tőlük lehet a gyűrűt rendelni, ők névre szólóan leküldik a tenyésztőknek, és amikor fiatal a galamb, akkor néhány napos korában rá lehet húzni, és onnantól kezdve azt nem lehet leszedni a lábukról, és ez azonosítja is. Tudjuk, az MGKS honlapján utána tudunk nézni, hogy ha veszünk egy galambot, hogy az valójában kitől származik. Ez az egyik. A másikat azt én raktam rá, az úgynevezett ilyen jelzőgyűrű. Itt már beszéltünk róla, hogy mind a három hím példány, és a párjaiknak otthon ugyanilyen gyűrű van a lábukon. Ők örök hűséget fogadnak egymásnak, mint az emberek. Igazából egész életükben kitartanak az amellett, a pár mellett, amit választottak, vagy mi választunk nekik, csak bizonyos időnek el kell telni, külön kell tenni őket, hogyha más párt szeretnénk nekik. És miért éppen a galambok? Ezt már sokan megkérdezték tőlem, nekem két úgymond ilyen hobbim, szenvedélyem van, az egyik a galamb, a másik a foci. A galambok megnyugtatnak, amikor köztük vagyok, meg maga a közeg, a galambászok. Én azt gondolom, hogy a galambászok nagyon, nagyon rendes, becsületes emberek, és úgy jól érzem magam köztük. De valahol találkozni kellett először a galambokkal. Igen, tehát körülbelül egy ilyen 10 évvel ezelőtt egész véletlenül az unokatesómnak az iskolai ballagásán, ott volt a nagyapja is, aki galambokkal foglalkozott, king galambokat tenyésztett, és ő adta. Ott beszélgettünk az állatokról, galambokról, én mindig is szerettem az állatokat, kisebb koromban voltak nyulaim, kutyák, stb. Beszélgettünk az állatokról, és mondta, hogy neki vannak galambjai, menjek el, nézzem meg. Megnéztem, adott egy párat, és akkor onnantól kezdve indult el ez az egész galambos. Hát kérdezzem meg, hogy egy ilyen galambversenyt, kiállítást úgy kell elképzelnünk, mint mondjuk egy
divat bemutatót, amikor bizonyos szempontok alapján zsűrizik a tenyészgalambokat, illetve a díszgalambokat, és mire kell figyelniük a zsűritagoknak? Minden galambnak van egy úgynevezett fajta leírása. Ezt a fajta leírást szintén a Magyar Galamb és Kisállattenyésztők Országos Szövetsége fogadja el, és a bírálók, akik úgynevezett zsűrizik az állatokat, nekik vizsgát kell tenniük, és csak az alapján lehetnek bírálók. Ők ezeket nézik a kiállításokon, hogy ezeknek a fajta jegyeknek megfelelnek-e a galambok. Pontozásos rendszer van, és bizonyos hibákra, kívánalmakra vonnak le pontokat, és amely vannak kategóriák, jó, igen jó, kiváló, kitűnő galamb, és a kiváló, kitűnő galambok szokták nyerni a kiállítást. Hogyha ugyanazokat a pontokat kapják, akkor nagyon apró dolgok döntenek benne, hogy melyik galamb legyen a győztes. Hadd végezzek egy gyors közvéleménykutatást itt a stúdióban. Két férfi, egy hölgy. Ibolya, neked melyik galamb tetszik itt most a ketrecben? Az az igazság, hogy így hárman jól mutatnak együtt, tehát így külön nem is nagyon tudom őket szemlélni, és a legnagyobb gondom, hogy a fekete galambhoz sokkal közelebb kellene mennem, hogy a részleteket látni tudjam. Természetesen a szépség király viszi a prímet, de mintha tudná magáról, mert a tartása is azért összesen hasonlítható a többi partnerével. Én is ezt mondanám egyébként, tehát nekem is ő a kedvencem. Bizonyára te elfogult vagy. Nekem is ő a kedvencem. Igazából maga a fajta. A parókás galambtenyésztését tartom az én galambtenyésztésem fő irányvonalának. Sőt, és igazából ez tipikus topmodell galamb, mert a parókásnak a lényege a meredek állás és a hosszú nyak. Egy idő után elfáradnak a galambok a kiállításon, azért ez elkezdődik csütörtökön, egy kiállítás és vasárnapig tart, egy ilyen kis helyen elfáradnak a galambok, ő azért tudja ezt produkálni a 4 nap tekintetében, azért 3 napig így áll. Akkor tekintélyt parancsol, igen, tehát nem igen. Véletlen, hogy ő egy győztes példány. Mi a terved, mi a célod? Tenyésztővé válni? Tenyésztővé válni. Igazából én már nagyon, nagyon mélyen bele mentem ebbe a galambászatba. Itt a Kálós Eméni Egyesületnek én vagyok az elnöke, aztán itt az észak-magyarországi régióban én vagyok a területi képviselő, az országos elnökségnek is tagja vagyok. Különböző pozíciókat már szereztem így a galambászaton belül, de azt szeretném, hogyha mondjuk a parókás galamb tenyésztésében, hogyha azt mondják Magyarországon, hogy parókás galamb, akkor azt köztük az én nevemet is említsék, vagy azonosítsák ezzel a dologgal. Köszönjük szépen, hogy eljöttél hozzánk, és hogy magaddal hoztad ezeket a csodálatos hím példányokat. További sok sikert kívánok. Köszönöm szépen, és örülök, hogy itt lehettem. Kedves nézőink, mi pedig a weekend végéhez érkeztünk, de természetesen, mint máskor is, van egy pár programajánlunk az önök számára. Már is itt az első, minden nap este 7 óráig tekinthetik meg azt az ingyenes kiállítást a Városháza dísztermében, amely Mézes Karácsony címmel várja önöket. December 5-én szombaton Nyírbátorban a Szabadság téren 17 órakor, délután 5 órakor kezdődik a Városi Mikulás nap. Itt Nyíregyházán pedig szombaton Szabó Balázs és bandája ad majd koncertet. Zenéjüket? Ibolya, ismered Szabó Balázst? Hát őt nem, de a zenéjüket nagyjából, de úgy tudom, hogy te igen. Igen, ő egy kecskeméti fiatalember, legalábbis Kecskeméten a Ciroka Báb Színházból indult a karrierje. Báb színész volt, és utána döntött egy nagyot, és elkezdett zenélni. Hogy mennyire sikeres, azt mi sem bizonyítja jobban, mint hogy például most Nyíregyházán is fel fog lépni. Úgyhogy nagyon ajánlom a nézők figyelmébe ezt a koncertet. Akár csak a következő programot, amely a Van zenekar ingyenes koncertje lesz, szombaton este 21 órakor, itt Nyíregyházán, a Mustárház ifjúsági központban. Advent időszakát éljük úgy, hogy szaloncukrot, mikulásdobozt és virgácsot is készíthetnek azok, akik Tiszavasváriban vasárnap ellátogatnak a Vasvári Pál Múzeumba.
A nyíregyházi Móricz Zsigmond könyvtárba várják hétköznap délelőttönként kézműves foglalkozásokra és más színes gyermekprogramokra az érdeklődőket. És azt gondolom, hogy egy fontos felhívás itt a végére. A Magyar Vöröskereszt önkéntesei várják és szívesen fogadják a felajánlásokat. Nyíregyházán, a Kossuth téren december 11-én pénteken, és 17 órától a karácsonyi kamion is várja majd az odalátogatókat. Mi megköszönjük, hogy velünk tartottak, velünk töltötték ezt az időszakot. Természetesen a Weekend jövő héten is várja majd a kedves nézőket. Szép hétvégét, viszontlátásra! Köszönjük a figyelmet, viszontlátásra!